Egyetlen éve alakult csak meg, már is világbajnoki, ez is érmesen a magyar labdarúgó művész válogatott, amely Iránban 9 csapatos tornán, az döntőben 5-4-re kapott ki a brazil labdaművészektől, a korábbi futballista Zombori Zalán és Liszkai Gergely lemezlovas csapattagok, illetve Zalán a menedzser, szóval az ő beszámolójuk. Sziasztok, jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Jó reggelt először is. Igen, hát egy éve alakult a csapatunk, most úgymond a második torna meghívása már. Kicsit felkészültebben tudtunk menni, kialakult egy mag. Azt gondolom, hogy azáltal, hogy rendszeresen edzünk a csapattal, most egy kicsikét azért szakmailag is jobban fel tudtunk készülni, és hál' Istennek sikerült egy olyan eredményt elérnünk, ami szakmailag is, de emberileg is nagyon jót tett a csapatnak, azt gondolom. Hát igen, nem rossz eredmény, mondjuk ki. Hogyan állt össze a csapat, tehát igazából menedzserként, ekkori labdarúgóként hogyan toboroztad ezt a brigádot? Hát ez kicsit így a baráti, így a kapcsolatok révén így elindultunk így különböző szálakon, és akkor ez itt folyamatosan így bővült. Most már azt mondom, hogy lassan talán egy 40-es keretünk van, amiből lehet csemegézni. Nyilván a mondjuk úgy népszerűbb előadóinkat nehezebb elhívni, pláne egy ilyen külföldi eseményre, ahol 10 napot távol vagyunk, de most már azt mondom, hogy lassan ott tartok, hogy már szakmailag is szelektálhatok, hogyha ilyen eredmény lenne a fontos. Tehát most már meghallgatások lesznek, nem csak labdával, próbajátékok, igen, Gergő, te neked ez nehéz ügy kiszakadni 10 napra? Abszolút, tehát azért... Lemondani fellépéseket? Igen, itt föl kell készülni, tehát 2 hónap előre dolgozunk általában a lemezlovas pályafutásomba. Itt azért készülni kell folyamatosan arra, hogy mikor megyünk, akár Iránba, akár Moszkvába, tehát már azért most fejben, észben kell tartanunk, hogy mikor kell kiszakadnom abból a közegből, és abszolút csapattagként szerepelni egy másik közegben. Na most a szabályok szerint 3 egykori labdarúgó lehet ilyenkor a csapatba. A művészek, tehát amitől művész válogatott, akkor sok az éjszakai parti arc? Alapjában, mivel nekünk ebből a szempontból könnyű dolgunk volt, mert volt egy DJ válogatott, illetve még most is működik egy DJ válogatott, ahonnan úgymond igazoltunk játékosokat. Tehát onnan kiszemezgetted a jobbakat. De mikor tavaly megalakult a csapat, ez konkrétan erre az iráni világkupára alakult meg. Korábban Mésző Kálmánnal dolgozott itt a Vasasnál egy iráni úriember, Razavi úr, aki felvette a kapcsolatot velünk korábban, és így kezdődött ez az egész. És effektíve ők adták meg a szabályokat, és így kezdődött ez az egész történet. És szeretném ezt hangsúlyozni, hogy ez a 3 vendégjátékos az elsősorban a külföldi tornákon szerepel, ahol ez kifejezetten elvárás mind Moszkvában, a nagypályás világkupán, mind az iráni kispályáson. Magyarországon elsősorban itt a művészeket próbáljuk ezekre. Tehát itt nem veszitek el a helyet, ha csak ott töltitek fel a kontingent. Nem is ez a lényeg, de külföldön viszont kifejezetten elvárják ezt. Irán ideális helyszín volt? Én tavaly nem voltam, úgyhogy nekem ez az első iráni túrám volt. Én azt gondolom, hogy igen. Az ember valójában nem biztos, hogy elutazna Iránba. Tehát, hogyha a téli vagy a nyári nyaralásomat szervezem, akkor nem biztos, hogy Iránt választom. Viszont így a futballal összekapcsolva tökéletes helyszín szerintem. Meg kell ismerni. Nagyon jó. Így, hogy elsőként voltál ilyen tornán, a csapattársak, meg egyáltalán te hogy álltál hozzá, milyen elvárások voltak magaddal, magatokkal szemben? Mivel művész lélek vagyok, ezért az elvárásaim a plafonon vannak, szoktam mindig mondani. Azt gondolom, hogy ha egy ilyenen elindulunk, és ott vagyunk, és képviseljük az országunkat, akkor az elvárás az a győzelem, tehát legalábbis számomra, de szerintem nyilatkozhatok az egész csapat nevében, hogy mindenkiben benne van a győzelem, mivel művészek vagyunk, mindenki egy egyéniség, aki mindig győzni akar. Tehát megyünk Iránba, világbajnokok akarunk lenni. Titokban igen, ez bennem is bennem volt, hogy hú, de jó lenne megnyerni, vagy legalábbis egy jó eredményt elérni. És megmondom őszintén, hogy amikor oda kerültünk meccsről meccsre, vagy edzésről edzésre, meccsről meccsre, éreztem azt a csapatba, hogy ez nagyon jól fog sikerülni. Egy ilyen szerteágazó társaság esetében hogy oldottátok meg a felkészülést? Mi volt a felkészülés? Nem kell ezt azért túl komolyan menni. Heti egyet edzünk mondjuk itt a csapattal, az is inkább csak játékról szól. Mi soha nem kezdtünk el szakmázni, hogy most itt taktikázunk, vagy ilyesmi. Mágnes tábla nem volt?
érdekes, vittem magammal ki azért. Igen? Nem, az a helyzet, hogy egy speciális 6+1-es rendszerbe kellett játszani, amit soha életünkben nem játszottunk. Ugye vagy nagypálya 10+1, vagy egy 4 vagy 5+1-es van maximum itthon. Ez nem megszokott. És ebben nagy segítségemre volt a Vörös Peti, aki mint volt futballista jött velünk, ő sokat kispályázik, és azért kitaláltunk egy olyan felállási formát, nem akartuk mi ezt túléhegni ezt a dolgot, de egy olyan felállási formát tudtunk kitalálni, amivel megleptük szerintem a többi csapatot. Mi volt ennek a lényege? Hát az a lényeg, hogy 6+1-be a legtöbb csapat ilyen fenyőfa rendszerben 3-2-1-be álltak föl, és mi meg 2-3-1-es rendszert játszottunk, hogy a két hátsó védünk az jobban biztosítja a kaput. És ezt a picit nehezen, de erre nehezen reagáltak az ellenfelek, ráadásul azért hátul stabilak voltunk a Balogh Zolival, szintén volt válogatott labdarúgó, és ezáltal azt gondolom, hogy ez adott egy stabilitást a csapatnak, előrefele meg a fiatal művészek megoldották a dolgokat. Tehát felment a labda, és akkor az a fiatal művészeknek meg... Geri a kapuban biztosított, hátulról nyilván egy biztos pont volt, de nem, de tényleg le a kalappal előttük, hogy ahhoz képest, hogy nekik ez csupán hobbi, nyilván szabadságot kivettek, eljöttek, és magyar csapatokat meghazudtolva hátrányból fordítottunk egy világbajnok Irán ellen, Brazília ellen a döntőben 1-4-ről egyenlítettünk, úgyhogy szerintem ezek mind olyan dolgok, amik még jobban összekovácsolták szerintem a csapatot. Na most Geri, miután a gólszerzéssel sem állt hadilábban ez a csapat, meg hátul sem voltak olyan nagy gondok, melyik részében érezted erősebbnek a társulatot? Védekezés vagy támadás? Ugye Zalán is mondta, hogy nagyon-nagyon erős védelmünk volt. Igazából én azt gondolom, hogy mind a kettő erős volt. Tehát a támadó szekciónk is egy nagyon-nagyon erős lábakon állt, illetve a védelmünk is. Tehát hátul nem volt gond, megoldottunk mindent, és ezért nagyon-nagyon ügyesen tudtunk építkezni. Azt gondolom, hogy ez is az egyik nagy előnyünk volt a többiekkel szemben. Hogyha a döntőig vezető úton kiemelnénk mérkőzést vagy teljesítményt, mondjuk azt nézem, hogy a többszörös győztes házigazda Iránt is legyőztétek. Nem akarom megelőlegezni, szóval melyik volt a célosabb teljesítmény? Az az igazság, én is azt a meccset emelném ki, mert eleve hazai pálya nekik. Azért tudni kell, hogy azért minden trükköt bevetnek, amit lehet. Szóval elvileg futó óra volt ott a végén, mikor mi még... Nézők voltak? Voltak, igen. Annak erő, hogy most ugyan nem volt, valamilyen nem volt nyilvános torna. Ezt nem tudom, hogy miért ebbe a szabályba már nem is mentünk bele, mert nyilván vannak dolgok, amiket mi európai fejjel nehezebben tudunk megérteni. A tavalyi tornán például 2-3 ezer ember is volt az iráni csapat ellen. Most már jobban felkészültünk belőlük, és tudtuk, hogy velük pont egy olyan időszakban találkoztunk, hogy ha nyerünk, akkor tudjuk, hogy csoportelsők vagyunk, és elkerüljük a másik oldalról a brazilokat. És egy borzasztó éles meccs volt, ők azt gondolták, hogy simán meg fognak minket verni. És ezzel szembe végig vezettünk, majd 3 perccel a vége előtt megfordították, és akkor ugye magyarosan még, megmondom őszintén, én is a picit a padon úgy voltam vele, hogy akkor az a meccs az elment, és a srácok tényleg 3 perc alatt visszafordították a meccset, és akkor ott volt egy kis tűz, úgyhogy nekem ez a meccs volt tényleg egy olyan, ami aztán egy olyan lendületet adott, amivel be tudtunk masírozni a döntőbe. Geri, szerinted az egész torna alapján ki volt ennek a VB-nek a legjobb magyarja? Hú, hát ez egy jó kérdés. Hogyha művészt emlegetnénk, akkor én azt mondanám, hogy a Fekete Balázs, ő egy támadó szellemű játékos, de a Marton Gerit is ugyanolyan erősnek ítélném. Ha nem művészt, akkor kicsit hazahúz a szívem, mert akkor a Balogh Zolit mondanám, aki egyébként nagyon-nagyon jól játszott, de elsősorban a művészekre élezném ki, őket kettőket emelném ki nagyon, de igazából nem őket kettőket, hanem az egész csapatot mondanám, hogy szerintem azért lettünk eredményesek, mert csapatként működtünk, és egymásért küzdöttünk, ami egyébként, ahogy az Anán is mondta, régen nem biztos, hogy ez így működött volna, de hát ugye most az igazi nagy válogatott is az EB-n megmutatta, hogy mire képes, hát mi is mentünk utánuk. Tehát. Uh-huh. Meg volt a példa. A döntőben a brazilok elleni adok-kapok felváltva eső gólok mérkőzésen. Végül is mi döntött az ellenfél javára, hogy most ezüst trófeát nézegetünk itt? Picit magyaros lesz a válaszom, és tényleg nem azért, hogy mentegetőzzek, de a program is úgy lett megszervezve, hogy nekünk napi 2 meccsünk volt folyamatosan, szemben a brazilokkal, akik csak egyeket játszottak, mert egy csapattal kevesebb volt az ő csoportukban.
és úgy érkeztünk a döntőre. Sújtották a magyart. Én azt gondoltam, hogy sújtották a magyart, nincs mese. Hát ezt nem mondanám, mert nyilván az is jó volt, hogy legalább összeszokott a társaság még jobban, de tény is való, hogy úgy érkeztünk a döntőre, hogy ott azért picikét mi már fáradtabbak voltunk, és 1-4-ről visszajönni 4-1-re ott már tényleg. És ennek ellenére 4-4 azt gondoltam, hogy miénk lesz a meccs, de egy perccel a vége előtt sajnos kaptunk egy szerencsétlen gólt, és onnan már nem tudtunk visszajönni. A díjátadó ezüst mosolyai, ez akkor őszinték voltak? Természetesen. Neki örül. Én azt gondolom, hogy ez egy arannyal felérő ezüst. Szépen csillog, ugye szoktuk mondani. Én még annyival kiegészíteném a Zalánnak az előbbi válaszát, hogy szerintem egy perc választott el minket attól, hogy bedaráljuk akár még a brazilokat is. 4-4-nél én azt láttam, hogy pánik van az arcukon, és hát sajnos kaptunk igen egy szerencsétlen gólt. Én azt gondolom, hogy tényleg, ha egy perc van, akkor akár az X, és akkor onnan egy kikiharcot vívunk, de tényleg lehet, hogy még akár győzhettünk is volna. De még egyszer hangsúlyozom, hogy ez egy nagyon szépen csillogó ezüst egyébként. Ha nem így alakulhat majd így legközelebb, következő nagy turné, ezek szerint akkor felváltva a nagypályás és kispályás? Igen, nyáron szokott lenni a moszkvai, ami nagypályás, ott még több csapattal, ott azért egy, mondhatom úgy, hogy még komolyabb szervezéssel, és elvileg a jövő évi iráni szintén. Szóval most szeretnénk, hogyha ez a kettő fix lenne, és akkor emellett vannak még rövid, meg hosszú távú céljaink a csapattal. Például olyan, így a végén még hadd kérdezem, hogy Magyarország is vendégül. Magyarországon azt gondolom, hogy az képest, hogy egy éve alakult a csapat, azt gondolom, hogy tavalyi évünk azért elég jól sikerült, több helyen felléptünk, nem szeretnék most itt kiemelni senkit, de azt mondom, hogy a csapatnak szerintem egy olyan 5-6 olyan fellépése volt, ami szerintem jó reklám, nem csak a csapatnak, hanem ahova elmentünk, azt gondolom, hogy ott is nagyon szívesen fogadták a csapatot, tudtunk vinni tényleg olyan embereket, akikre a közönség vevő volt, már előre vannak jövő évre is meghívásaink. Hát akkor gratulálunk és további eredményes építkezést, köszi, sziasztok! Köszönjük szépen!